Bár a végleges felépülés nem jöhet el számunkra, de némi gyógyírt jelenthet egy olyan emléktábla avatása ma Aparhanton, mely arra ösztönzi az emlékezőket, hogy megálljanak itt egy kis időre, és átgondolják, hogy milyen csodálatos érzés magyarnak lenni. Az elcsatolt területek Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék és Őrvidék magyarjai eddig is érezték, tudták, hogy hová tartoznak. Magyarország a magyaroké, határon innen és túl, és az anyaország nem engedi el gyermekeit. Aparhanton Bíró Sándorné kezdeményezésére összefogott a település, hogy méltó emléket állítsanak a trianoni események 100. évfordulójának. Dávid Tíme a polgármester ünnepi köszöntőjében beszélt az összefogásról és arról az el nem múló érzésről, melyet a békediktátum hatására bekövetkezett események okoztak a magyarság lelkében. Bíró Sándorné Marika keresett meg, hogy egy ilyen emléktáblát szeretne állítatni a parkba, amelyet a képviselőtestület támogatott. A lakosság adományaiból valósult meg. A nagymányok Kisebestyén István Fafaragó készítette el ezt az emléktáblát. Az aparhantiaknak is fontos a múlt megőrzése és ápolása. A kezdeményező Bíró Sándorné azt mesélte, első szóra mögé álltak a településen azok, akiket megkeresett az emlékhely ötletével. Én, mint hívő ember, szeretném, mondom, az utókornak is valamit adni. A párommal leültünk, mondtam, Nisanyi, szeretném, hogyha beleegyeznél. Én ezt megálmodtam, Trianont, 100 éves. Sok évszám kötődik ehhez, mert édesanyám is 1920-ban született. Mi most voltunk 45 éves házassági évfordulón. Ez egy annyira kötődött évszám, hogy mondtam, hogy ezt valamit hagynom kell a családnak. Két fiam van, 4 unokám. Leültünk, megbeszéltük, segítettek, mert a fiam állította föl a faszerkezetet. A kisebbik az másképp segített a szervezésbe, de tényleg hálás vagyok a jó Istennek, hogy erőt adott és kitartást ebbe, hogy megcsináltam. Messze menőkig támogattak, és nem tettük közt tévébe sehová, csak úgy szájról szájra is, hála Istennek, nagyon sokan támogattak anyagilag is, úgyhogy anyagi gondunk ilyen téren nem volt. Nagyon sokat dolgoztam, kaptam hideget, meleget, de ilyenkor azt mondtam mindenki föl a fejjel, ez ezzel jár. Édes Jézus, adj győzelmet Mária népének! Ünnepi beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, egy vírus által átalakított viszonyban kellett megemlékezni a 100 évvel ezelőtti eseményekről. Ebben az átalakult viszonyban, ebben az átalakult rendszerben kell megemlékeznünk a 100 évvel ezelőtti trianoni békeszerződésre, arra, hogy hazánk területét több mint 2/3-ával csökkentették, a lakosság 66%-a került idegen fennhatóság alá, és a magyar nemzetiségű lakosoknak is körülbelül 1/3-a került az újonnan kialakult országokhoz. Az addig országterület Horvátországgal együtt 325.000 négyzetkilométer volt, ez csökkent 93.000 négyzetkilométerre. Azt gondolom, hogy az elmúlt 100 év bizonyítéka annak, hogy bármilyen sorscsapás is érte a magyarságot a történelem során, mindig képes volt talpra állni, mindig képes volt az összefogásra, és arra, hogy ezeket a nehézségeket meghaladva újra tudja kezdeni, és erős közösségeket tudjon építeni. Erre bizonyíték az egész 20. század, hiszen Trianon után, vesztes világháborúk után, eltiport forradalmak után, kitelepítések, betelepítések, deportálás után mégis itt vagyunk, megvagyunk, a Kárpát-medence legszámosabb és legerősebb nemzete vagyunk, és azon dolgozunk, hogy ez igaz legyen majd a gyermekeink, illetve az unokáink jövőjében is. Ezért nagyon sokat tettek az elődeink, tettek a szüleink, nagyszüleink, hiszen ezek a névtelen hősök, ezek az emberek vitték a vállukon ezt az országot és ezt a nemzetet, és hát remélem, hogy számunkra is megvan a lehetőség arra, hogy mi ezt a munkát tovább tudjuk vinni, és tovább adjuk majd a gyermekeinknek. Örülök annak, hogy itt Aparhanton is a nemzeti összetartozás évében egy trianoni emlékmű létesült.
egy összefogásból, adakozásból, önkormányzati segítséggel, és tényleg civil kezdeményezéssel egy olyan pont jött létre ezen a településen, ahol nem csak június 4-én, hanem nemzeti ünnepeink alkalmával is majd méltó módon tudnak megemlékezni akár az iskolások, az óvodások, mindenki, aki itt él.